Mladen Božović, a montenegrói válogatott kapus védi a Videoton kapuját, Lázár, Lipták, Vaskó és Andjić a védelemben, Sándor, Elek és Polonkai a középpályán, a jobb oldalon elől majd Nagy, és ott lesz még a támadósorban Nikolić, valamint Álves, akiről nagyon-nagyon sok szó esett, 15 mérkőzésen 14 gólt szerzett André Álves ősszel, a csapat házi gólkirálya és az NB1 első számú gólkirály jelöltje tehát a brazil. A túloldalon a Vasas Híd együttesében egy óriási visszatérő Németh Gábor a kapuban, aki a Honvédban ősszel csupán egyetlen egy mérkőzésen védett, elhagyta a kispesti alakulatot Komjáti András csapatának, volt együttesének a Vasasnak kedvéért. A védelemben Balog, Arnaut, Gáspár és Katona szerepel majd. A támadósorban Lázok és Ferenci duóját láthatjuk, és azért említem most külön a középpályát, mert három új játékos lesz majd kezdő Komjáti András csapatában a középpályán, amely így áll föl: Kulcsár, Lisztes, Kovács és Rezes. Lisztes. Lisztes hozza az oldalvonalnál, Katona fut be elé, Lisztes hozná még. Bevitte két ember közé és elvesztette, de Lisztes hatalmas motivációval játszik, Sándor Györgyöt veszi üldözőbe, Sándor középre, ott van érkező ember, Álves veszi át, Álves zicserben mellé rúgja. Az első igazán komoly helyzet a mérkőzése. A 11. percben, és lámlám mi történt? A Videoton kontrázta le a Vasast, Hajszál pontos labda érkezett Sándor Györgytől Álvesnek. Jó volt az átvétel is, a befejezés viszont nem. És Lázár visszaszerzi a labdát. Sőt, fut tovább a támadással. Álves kapja meg egy icipicit hosszan. Álves éles szögből kapu mellé. Jó részt szótlanul eddig a két vezetőedző, Mezei György és Komjáti András. Azt hiszem, hogy az eddig látottak alapján igazán egyikük sem lehet elégedett. Ferenci. Kulcsár. Kulcsár lőnébe, de eltalálja Andjićot. Aztán Lisztes. Egy átlövéssel a 22. perc elején. Hogy volt egy kis nézeteltérés a vezetőség és Mezei György között, de ahogy hallhatták a mérkőzés előtt Szekeres Péter riportjában, ezt már lezárta Mezei György a maga részéről. Rezes. Rezes az alapvonal felé, be is tudja adni a labdát, ott van Lázok, és kimarad a helyzet. Andjić. Kirúgása vége. Rezes megy el, nagyon jól tolja meg az alapvonal felé. Nézzük meg, hogy Lázoknak mennyi esélye volt arra, hogy gólt szerezzen. Azért volt. Az se biztos, hogy nem Andjićról ment ki a labda. De biztos, mert ott lehetett látni. Lisztes szabadrúgása! Oda a kapus kezébe Božović. Érkezett Lisztes Krisztián is, aki pedig nagyon pontosan tudja középre tekerni ezeket a labdákat. Lisztes, nem is rossz az, lecsorgó labda a fehérvárieké. Katona. És szerencsével még benne is marad az a labda. Kovács. Katonának vissza. Jön a beadás Božović. Még mindig bent van. És jön még egy beadás. Lázok Ferenci! Rápattant a lábára a labda, és onnan megy ki. Lázok. Lázok még, jobban beadja Božović! Lecsúszott a labda a beadásnál, és Božović végül nem ért hozzá a labdához, csak a kapufához. Hullik, hullik a kapu felé a labda, dehogy nem ért hozzá Božović. Elek. Elek vinné, és Elek áttört két védőn is, Elek hozza, mellette Polonkai jön, Elek még egyszer szabadrúgás. Elek megszerezte a labdát a félpályánál, és sárga Arnautnak akkor az piros. Mert hogy ugye a nagy vita után Arnaut kapta meg a sárga lapot az első félidőben. Ferenci reklamál,
és ezért van jelentősége annak, hogy Fábián Mihály akkor kijavította az ítéletét. Ezért mondom, hogy ebből lehet a legkevesebb baj. Hát Arnaut most ezzel nem ért egyet, de jogos, hogy második sárga után Goran Arnaut kimegy. Ezt most nem gurítja le senkinek. 62. perc. Andjics! Kapu mellé! Egyedül Németh Gábor volt nyugodt. Cserél a Vasas. Nem tudnak mit tenni. Egy belső védőt állított ki Fábián Mihály. Itt van a lövés, és innen látható, hogy méterekkel mellé ment a labda. Andjics. Kitolja a bal oldalra Andjics. Nikolics tovább. Sándor. Németh Gábor. Álves. Jó játék. Nikolics. Álves elé kerül. A lövést blokkolják, de ott van még a helyzet. Rosszul talált el Vasiljevic. És akkor a Honvéd stratégiája is az volt, hogy nagyon masszívan, stabilan védekezni, és legalább 0-0-val kihúzni. Ők akkor nyertek, a Vasas pedig eléri a minimális célt nagyon fegyelmezetten. És összességében azt mondom, jó játszva, főleg azért, mert fél órán át emberhátrányban játszott a Vasas a mérkőzésen. Kihúzzák 0-0-val, és pontot rabolnak a fő bajnok esélyestől.